egyszer azt mondta, a világon kétféle ember él. Vannak, akik adnak, és vannak, akik elvesznek. Mit mondtak Pozsonyban? Vidd el a másik kocsit és szedd össze a fiúkat. Apám szerint, akik adnak, jobban alszanak. De akik elvesznek, uralnak mindent. Mesélyes. Még fel kell hívnom a miniszterelnököt. Soha nem volt kérdés, hova akarok tartozni. Ma éjszakáig. Miért vásárolunk bizonyos termékeket, és miért választunk bizonyos márkákat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a marketing is. Sajnos egyszerű válasz nincs, de van egy remek eszköz, ami segít körüljárni az ilyen kérdéseket. A fókuszcsoportok. A 40-es évekig a piackutatás leginkább a mennyiségről szólt. Közvéleménykutatók azt figyelték, hogy miből mennyit adnak el a cégek. Viszont a II. Világháború idején mindez megváltozott. Amerikai kutatók kíváncsiak voltak, hogy hogyan hatott a háborús propaganda az emberekre. Így már nem nagyszabású közvéleménykutatást csináltak, hanem kisebb csoportokba személyesen kérdezték ki őket. Itt már nem a mennyiség volt a fontos, hanem az emberek választásai, gondolatai. A fókuszcsoportok nem árulják el, mennyien adnak el egy adott árut, de többet megmutat azokból, akik megveszik. Velem van abban, hogy azt remélem, akár csak egy kicsi szikrát látnék rajtuk. Mondtam, hogy nem lesz könnyű. Amikor te csináltad, tele volt a terem, és nem csak a snake-et nyomkodtuk. Lehet, hogy csak túlságosan fel vagy öltözve. Tudod, hogy szólok, ha fel tudlak venni főállásba. Igen, köszönöm. Tudom. Emlékszel, mit mondok mindig? Békeidőben a tanácsadó éhen hal. Válságban pedig hülyére keresi magát. Az meg, gyere nekem! Medárd? Ha? Ránéztél már a bejövőkre? Aha. Nem rossz. Kik a források? Hát ott van. Neked el tudom mondani, de név nélküliek. Tehát, érkezett a TG-től egy adásmenet. Meg kéne formázni, a nyelvtan is katasztrófa. Jó. Andy, ügyesen van megírva. De azt állított, hogy a kabinet behazudja Brüsszelnek a költségvetési számokat. Nem én állítom. Csiszold át a tégés anyagot, kérlek. És Nandi, felavadtak a Vidán Parkban valami dodgyemet. Kéne róla egy bejátszó. Oké. Okay.
éppen a lótenyét. Hello. Kétlem, hogy az érdekelné őket. Réka, szia. A legjobb anyagod most mit szerénykedsz? Mondd meg neki, Réka. Át tudtok meló után inni kicsit. A medent és a Lilla. Próbáljuk bedörenteni a karrierjét. Cica. Ő Réka. Endrével dolgozik. Azzal az Endrével. Sziasztok. Csinos. És a lótenyésztés. Legyen a lótenyésztés. Ez életed cikken, Andy. Befejezted? Be. Örülhetné, hogy kezdünk vele jóban lenni. Csak azért vagyunk vele jóban, mert Andrének dolgozom. Ugyan már. Csak akar egy jó kollégát és tanítgat. Benne van, hogy lassan átadja nekem a helyét. Förtelmes helyesírását javítod. És ebédét rohangálsz neki. Inkább a gyakornoka vagy, vagy a futárja. Most mi van? Nem azért mondtam, mert nem leszel százszor jobb riporter nála. Nem, mert miattad jött, hogy a főnöködről faggasson. Tudom. Nem, csak... Te nem látod? Mit? Hogy itt megfeszülsz neki, ők meg csak lenéznek minket. Engem lehet. De téged nem. Dehogyis nem. Ők nem úgy látnak engem, mint te. Nekik csak egy vidéki kis csaj vagyok, ennyi. Endrének dolgozom, igen, de csak egy vidéki kis csaj. Még szerencsé, hogy tetszenek a vidéki kis csajok. Szerinted Endre lát bennem fantáziát? Vagy csak... Nyilván összetenni a két kezét, ha lenne esélye. De ilyen kollégája nincs még egy. Folytasd. Nem ezt. Na jó, ezt is. Nem hívok nélkül ilyenkor. Persze. Szia, Endre. Réka, tudom, hogy késő van, de ha gondolod, most eljöhetsz. A főnöknél vagyok. És úgy látod, hogy fontos? Tudom, Réka. Most hívtanak el a miniszterelnök házába. Megmutatlak pár embernek. Döntsd el. Meg leszek, nem? Mondom, hogy nem tudok, gyerekkel leszek. Milyen gyerekkel? Mit mondod, Klára? Hol lesz? Hol lesz? Milyen gyerekkel? Előtte titkolózol. Sajátjával. Bizony, a sajátjával. Ismerem a hölgyet. Nézd, mert dolgozik. Szóval ez alkalommal felcsináltál valakit, csak hogy nemet mondhatsz? No. Ne, vétózok. Apaként megvédem. Hozd a család. Oda inkább nem. Jó, le lehet róla szállni, jó?
Tisztes, családos ember dobja Valenciát. Ja. Hányan megyünk? A főnök jó híre kerül vissza Moszkvából sokat. Azért én várd meg a választás végét. Úgy tudtam, jól állom. Mindenki úgy tudja? Apropó Moszkva. Zöld lámpa. Már is. Kapok beszámolót? Mi? Miniszter úr? Nem most. Endre, Zoli. Gyuri, rettenetesen nézel ki. Lári. Mennyi időnk van? A nagy gyűlésen akarják bejátszani. Nem egész 8 nap. Én azt mondom, hogy vegyen mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort, aludjon egy-két éjszakát és döntse el magába. Ha mindenki csak ugyanazt tudja mondani, amit az elmúlt években mindig mondott, nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, de mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valahogy is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végén. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Mit szólál egy cigihez odakint? A pasi megöl. Még ma találkoztunk. Réka, holnapra összehívod a szeptember végére tervezett fókuszcsoportot. Mi? Holnap? És kellenek a kérdések. Az nem fog... Feladatot akartál? Igen, de éjszaka van. Egy politikai csoportot összeírni holnapra, az képtelenség. Ha gondolod, lemehetsz és beszélhetsz velük. Gyere, visszaviszlek az irodába. A lábadnál van a táskám. Bocsánat. Van benne egy mappa. Amit a bal oldalon látsz, a kormány támogatottsága, ami a sajtónak kiment. Ez pedig a valódi, amit nemrég mértünk. Ó, bizony.
ez teljesen normális. Egy választási győzelem után a támogatottság visszaesik. Ennyire? Nem, ennyire nem kéne. De a választások előtt a jóistent is beígérték. A Kánaán meg nem jött. Akkor, ha jól értem, válságon. Mondjuk úgy, hogy bezuhant egy kövér megrendelés. Amiben számítok rád. Ó, baszki. Oké. Ne haragudj, de maradnom kell. Tudom, hajnali egy, de Andrének szüksége van rám. Képzeld, rám bízott egy egész politikai szondázást. Hál' Istennek! Tegnap még úgy tudtam, hogy egyedül csinálom. Mit? Az archívum rendezést. Az összes számla, millió kis bizbasz. Ja? Én nem azért. Ó, oh, kár. Bocsi. Lili? Igen? Nincs egy fésűt. Jó reggelt. Jó reggelt. Szuper, köszönöm. Hát, lecsúszott egy liter kávé és 1000 kalória, de... A te hibát, hogyha Nándi beszól. Szólj, légy szíves, hogy bejöhetnek. Szeretnék rajta túl lenni, amilyen hamar lehet. De nem úgy volt, hogy... Segíts, légy szíves, Lilinek az archívumban nem bír a tavalyi számlákkal. Persze, csak... Olvastam a kérdéseket. Tökéletesek, köszönöm. Amit már elmondtam. Köszönjük, hogy ilyen gyorsan reagáltak a megkeresésre. Egy rövid bemutatkozásom. Nem mondott semmit. Kiadott még néhány feladatot, és azóta nem is beszélt. Milyen feladatot? Semmit, mindegy. Jó lenne tudni, a titokminiszter miért rongyolt be olyan feszülten éjjel. Jó, ezt hagyjad. Mutatok valamit?
Ezt nyomták ma a kezembe a tévében. Németország messze van. Ez csak ösztöndíj. Itthon élnék. Persze, ha felvesznek a programba. Na, mit szólsz? Jelentkeztél már? Nem. Nem tudom, hogy milyen cikkkel vagy anyaggal jelentkezek. A lótenyésztőssel. Semmi más nem kérek, csak az, hogy tartsd nyitva a szemed. Ki használsz? De kárpótollak. Felejtsd el. Szia, Endre. Ne haragudj, hogy ilyen későn, csak érdeklődnék, hogy sikerült-e. Majd visszahívlak. Jó, persze, csak gondoltam, hogy megkérdezem. Légy szíves, legközelebb jelezd, ha használni szeretnéd a megfigyelő szobát. Bocsánat, csak tudod, hogy bízhatsz bennem? Tudod, hogy bízom, de ez most nem erről szól. Hétfőn találkozunk. Réka, itt vannak. Kik? Apádék. Oké, vettem el, szórakoztatom őket. Nem. Én ma biztos, hogy nem megyek velük vacsorázni. Ne viccelj, már rád várnak. Nem, Tim, mondd meg nekik, hogy ma nem tudok. Légy szíves. Kukucs! Hol a keresztanyú? Attila, nem állt, baszki, fürdő! Azt hittük, már rég kész vagy. Ma nem fog menni, ne haragudj, tényleg. Sokáig dolgozom, alig élek. Egy hete megbeszéltük. Tudom, sajnálom, nem így terveztem. Réka, jó leszel, hogy nem bárba megyünk. Jézusom, megtennétek, hogy kimentek? Ezt az egy estét kértük. Mi van? Fáradt nagyon. Én meg azt kértem, hogy menjetek ki. De ha most állsz neki sminkelni... Ma... Nem megyek, bocsánat, ma nem. A keresztfiad első születésnapja, végül is tényleg vagy a picsába. Nem ár a gyerek előtt. Megtennétek, hogy kimentek? Bocsánat. Szia, Réka. Szia, Kata. Mi az, hogy nem jössz? Az, hogy... Tessék. Nem tudtam még becsomagolni. Tényleg marhára sajnálok, de ma alkalmatlan vagyok arra, hogy családot itt játszak veletek. Oké. Okay. Jó munkát. Apa, gyere, elkésünk. Csinálok egy teát. Tegyetek kéket, légy szíves. El tudom passzolni az összeset. Van új építésű, nyilván az a sláger, de ha rám hallgattok, és nagyot akartok menni, akkor az önkormányzatit veszitek. 20-25 kecobot tudok segíteni. Dunapart, óriási kilátás. Angyalföld az új óradon. Jó estét kívánok. Robert. Szilárd. Helyzet van, Rob. Gyerekek, holnap folytatjuk. Asztalt azért ne foglaljon. A kihallgatás kezdete 2006. szeptember 16-a, 21 óra 40. Jelen van Major Szilárd hadnagy, illetve... illetve Jakab Róbert gyanúsított. Tájékoztatom a gyanúsítottat, hogy 2006. szeptember 14-én este a Parasapusztai magyar-szlovák határátkelőnél kommandósok tartóztattak fel egy Mercedes márkájú kamiont, és a sofőrt tanúként kihallgatták. A kamion rakterében 23 tonna jótékony célra behozott élelmiszert találtak.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ezt követően egy évek óta megfigyelés alatt álló szlovákiai vállalkozó telefonhívását rögzítette. Nem érkezett meg a kínai. Pesten kus van, a jó embert nem érem el. Bármi ötlet? Ki lehet ez a jó ember? Mit mondtál, hány óra van? 9:40. És te itt ülsz velem. Elmondom én, kire tippelek. 9:40. Erzsi már berakta a hűtőbe a marhasültet, a kicsit lefektette. Aggódik, hogy hol vagyok. Joga van telefonálni egyet. Te kit hívnál fel? Az ügyvédemet. Ne. Van feleséged? Milyen érzés, hogy egy ilyen embert, mint engem, jobban várnak haza. Én is a munkába temetném magam. Folytasd, amit csinálsz. De ha nem működsz együtt, a marhasfült megrohad. A kicsi felnő, mire újra látod. Kiemelten közhasznú szervezetben elkövetett csempészet. Jótékonysági célra behozott élelmiszerek értékesítése. Milliárdos sikkasztás. Alsó hangon 8 évet satszolok. Szilárd. Menjünk haza. Ha azt mondom, hogy 10 percen belül felhív egy felettesed, százados vagy, valezredes, és közli, hogy a lekapcsolt kamion kevés, hogy bent tarts, hinnél nekem? Elhinnéd? A szervezet, amiről beszélsz, attól kiemelten közhasznú, hogy olyanokkal intézem, akiket te tábornoknak vagy miniszter úrnak szólítasz. A főnököd, aki lekurva országozta mindazt, ami a jelvényeden van, hiheted, hogyha tőlem sikerül megszabadulni, az ország jobb hely lesz. De ha az olyanokat, mint én, bent tudnád tartani, amit őszintén kétlek, ez az észak-balkáni kis mocsárvidék kártyavárként omlana össze! Na kérem szépen, a debreceni szurkolótábor 24 perc... Megy a? Kérsz meg egyet? Nincs az az Isten. Egyet. Szia. Srácok, mit adhatok? Jó, ő volt itt előbb. Tud várni. Sajnálom. Van csapolt búza, mászok. Jó, akkor legyen gyászok. Béla, gyere ide. Réka most nem ér rá. Csoda, hogy egyáltalán felismer. De remélem a meló legalább jól megy. Na jó. Kár volt ide jönnöm. Kétszáz lesz. Mit vársz tőlem? Boruljak a nyakadba, hogy méltóztatsz bocsánatot kérni. Én csak megpróbálok egy kicsit... Tudom, próbálsz egy kicsit csodálatos karriert csinálni. És nem, ezzel senkinek nincs baja. Csak egy teli bevert estét kértünk, hogy szállj egy kicsit a főnököt senkéből. Ennél nekem semmi köze. Én voltam feszült. De tudod mit? Ma este jóvá teszem. Hát mehetek? Nem tudom, ráérünk-e. Kisvakon maraton tartunk. Adsz egy limonádét? Igen? Van egy tippenni volt nagy titkolózásokon. MTV, most. Irányan a távkapcsolók itt. Kusmár! Titkosan felvételen a miniszterelnök azt mondta, hogy idézem, nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet, és nem csináltunk semmit 4 évig.
A beszéd Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciülésen és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit? Nagyon. Európában ilyen büszkeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. A miniszterelnök egy Győrben az Őszintbezső Fesztiválon ért utol. Hazugság csapdájába... Itt vagy még? Egész magyar. Nézed? Esett. Ebből a csapdából a baloldal kellő bár... Kormányfőjő kritika! Kétségterem. Itt vagy még? Az én személyes inspirálásokkal is... Ebben benne van a főnököd. Kitört. És kitörni kész. Mi volt a fókuszcsoportodban? Mik voltak a kérdések? Szia! Éjjeli műszak? Ah, igen. Vagyis nem, csak a fiúkomban hagytam valamit. Én csak kínlódok itt ezekkel a számlákkal. Hallottad? Tudod ezt a... Ja, igen, durva. Mit csodát? Te mit itt felejtettél? Ja, persze, igen. Jó hét. Jó hét. Igazam volt. Az összes kérdés arra utal, hogy hogyan hozzák nyilvánosságra a beszédet. Vágod, hogyha én ezt megírom, akkor nem a szaros ösztöndíjamat kapom meg, hanem felvesznek a BBC-hez. Szerinted nem fog amúgy is kiderülni? Nem tudom. Az ilyenek nem szoktak kiderülni. Csak az a különbség, hogy ez most rajtunk múlik. Rajtad, igazából. Hagyjál már! Érted, hogy az Endréről van szó? Őszinte legyek, leszarom az Endrét. Ő ebben egy nulla. Különben sőt akarom lebuktatni. De mi értelme van, hogy Gyurcsányék egyik belső embere készíti elő a beszéd szivárogtatását? A beszédét, amiben Gyurcsány simán belebukhat. Bubu, szerinted miért akarom megírni? Ne fúrd meg életem sztoriát. Segíts! Csak fel se vett teljes állásba. Na látod,
Ha ezt kikutatjuk, olyan munkát zsarolsz ki magadnak, amit nem szégyelsz. Embereknek joga van ismerni az igazságot. Jó. Azt mondanám, ha, hogy engem is érdekel, hogy volt ez a szivárogtatás. Akkor hogy csinálnánk? Eddig tartott a tudomány. Gondolkozom. Azt mondták, motoros futár vitte a felvételt a tévébe. Ha kiderítjük, ki volt az, talán közelebb kerülünk ahhoz, honnan jött. Ez a nagy ötleted? Tudsz jobbat? Hát, Endrét nem hívnám fel azzal, hogy akkor most benne voltál a miniszterelnök lebuktatásában. Akkor bemegyünk a munkahelyemre. Jó. Én már úgyis betörtem a főnököm irodájába. Most te jössz. Szóval bent is bokósisakban volt. És beszélt vele valaki? Nem láttam az arcát. Nem mondott semmit. Talán köszönt. Letette és kiment. Utána se szólt, hogy kinek hozta? Nem tudom. Nem érdekel. Jó étvágyat. Isten. Azt nem értjük, hogy ez az ember besétált ide, és senki meg se kérdezte tőle, hogy mit akart. Ki ez jött, hogy mit hozott? Nem igazán. Basz. De muszáj kiganézom a raktárat. Azt a diktafont, ami meg nálad van egy hete. Hozzad már vissza. Jó. Kösz. Nándi, itt erről senki nem fog tudni semmit. Ezt hogy érted? Kösz a zsebbit! Hozzátok a tömlőt! Terül! A kulcs! Hozzad oda, raktárkús, gyerekek! Te szólt, hol van? Most értem be, fogalmam is. Levi, Krisztián, kimegyünk az egységgel! Felvédőbe mindenki! Vezényelnek át senkit. Na mi lesz? Ki megy ki? A baranyai szakaszt tudjuk kiküldeni. Az meg! Rajtuk se protektor, se bakancs! Nem tudok mit csinálni! Ne bízd magad, bassza, rezet a parlamentnél! Meg a miniszterelnök házára. Jó, kimegyek velük. Szakasz! Szopás van! Kimegyünk! Nem tudom, hol lehet nyitva. Egyáltalán ki lehet lemenni. Akkor deríts ki, itt dolgozol! Jó. Maradj itt a mentősök mellett. Keresek kiutat. De siess! Azt kérik a tömegből,
aki már felbontotta a rendőrségi autónak a szélvédőjét védő dróthálót, és a rendőrautó beszorul, és nem tudja elhagyni a helyszínt. Védekezik, de nem tudja elhagyni. A sárcok, és beszorítják, és a rendőrök pedig bent vannak az autóban, és még rá is gyújtanak. Úristen, abban élő emberek vannak. Ez is tervben volt. Az autó, amit már egyszer eloltottak. Hátrét kell jönnünk, szólok az operatőrömnek, mert fel fog robbanni állítólag az autó. Hátrét kell jönnünk. Tudnál segíteni? Igen, légy szíves. Csak tartsd így, szorosan. A legnagyobb tisztelettel, de ennyi emberrel nem tudom kiszorítani őket. Ha nem küldenek erősítést, ha követem a parancsot, emberek rendőrök fognak meghalni. Nyugtáztam. Annyi az utasítás, Laci, hogy maradjatok. Nem tudok mit tenni. Rám gyújtották! Medard! 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 De mi is? Hol lehet kivenni? Minden kapu zárva, vagy tele rendőrrel? Tudom, kibaszott káosz ez az egész. Ezek a kurva gecik! Meggyújtották a kocsival! Semmi nincs nyitva. Fogalmam sincs, a Nádor utca lehet. De van itt az épületben valami biztonsági főnök vagy igazgató? Ott megy, az igazgató. Köszönöm. Elnézést! Igazgató úr! Bocsánat! Elnézést! Nem ér rá! Bocsánat, de fontos! Igazgató úr! Elnézést! Oda lett a vérző rendőrök közt, azt hallottam, hogy nem küldenek erősítést, ha talán maga is tájékoztatná a rendőrséget, elérne valami. Most beszélnek a rendőrséggel. Igen, értettem. Az alezredes azt mondja, nem tudunk segíteni. A rendőrség feladja az épületet. Micsoda? Remélem, hogy úton van a kocsi. Jóász. Bent vagy még? Hol az Isten belenék? Most ért véget a vita. Hova menjek? Küldtetek érte kocsit, ami kihozza? Várj egy percet. Azt mondta, jó helyen van ott. De komolyan mondod, Gyuri? Hol voltál? Tudok egyet. Gyere! A rendőrség feladja a házat. Dehogyis. Az igazgató mondta, hallottam. Menjünk. Mi az Isten van itt? Semmi. Pár tucat fasz forradalmat játszik. De miért nem küldenek a rendőröknek erősítést? Gyerünk már! Anyád.
éjszakban. Utána senként. Kijött egyet Mátyással. A helyzet, amit felvázolt, elég meredek. És mivel én soha semmiben nem értek egyet Mátyással, most mégis azt gondolom, amit ő. Mindaddig elfogadhatónak tartok egy felvázolt kormányellenes demonstrációt, ami felül kerekednek az erőszakos, szélsőjobboldali elemek. Értem. Kiért egyet Mátyással és Krisztinával. Csinálj egy nagyobb botrányt. Mi? Az emberek figyelmét le kell foglalni másod és harmadrangú problémákkal. El kell vonni a súlyos és valós szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyeknek társadalmi jelentősége nem nagy, de érzelmileg. Ez most még egyszer? Endre nem megbuktatni akarja Gyurcsányt. Segít neki. Megtudták, hogy a beszéd kijutott, hogy valaki publikálja majd. Ki? Nem tudom. De a titokminiszter valószínűleg ezzel a hírrel rongyolt be, hogy te mondtad aznap éjjel. Endre ezután összeült a tanácsadókkal, és kitalálták, hogyan lehetne elterelni a figyelmet a beszédről. Ez így? Jézusom, nekem meg ott a nevem, én hívtam be az embereket. Figyelj, még ha ez igaz is. Senki nem fogja azt gondolni, hogy neked közöd van ehhez. Réka, hallod? Te csak egy alkalmazott vagy egy cégben, aminek lehet, hogy köze van a botrányhoz. Inkább másoljuk le ezt a kazettát. Hallod? Van itt egy üres kazetta? A srác, akinek fogtam a vérző fejét, még a mentőstől is azt kérdezte, hogy jött erősítés. Cica, nem a te hibád. De találnunk kell egy rendőrt, aki igazolja ezt. Meg hova mész? Ne gyere be! Most mi van? Apa. Ha nem menj nyáron nyugdíjba, lehet, hogy ma ő is ott van. Kellene találnunk egy rendőrt. Biztos volt valami jó oka, hogy ezt csinálta. Ki? Endre. Akadj már le Endréről. Most bizonyítanunk kell, hogy a rendőrség tényleg visszatartotta az erősítést. Valamivel megfogták, és gondolom muszáj volt segítenie. Apádnak nincs ismerőse? Nandi, ha megírod ezt a cikket, akkor én egész életemben butikos leszek, vagy árufeltöltő. Igen, csak ez a mondat, amit én itt idéztem, és hogyha meg lesz a hangfelvétel, akkor meg is tudjuk hallgatni. Ez a mondat nem arról szól, hogy itt a politikai elit az elmúlt 16 évben folyamatosan hazudott és feszítette a húrt, hanem ön azt mondta, nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Azért, mert az utolsó másfél-két évért van nekem közvetlenül felelőssége. Ön ezzel elismerte, hogy a miniszterelnöksége alatti másfél-két évben hazudott ennek az országnak, hazudott a választóknak? Egy picikét próbáljunk meg csipettel elvontottam. A hazugság ebben a kontextusban, ebben az értelmezésben nem arról szól. This is perhaps two or three sentences from the very long speech. I guess that's the question. Did you or did you not lie about the state of the economy? I think that perhaps all the details, the important details, was not clear for the government, and it was not clear for the wider public also. And we try to avoid to implement the necessary steps, not even just in the last 1.5 years, but in a very long period of time, in the last decade. You run the Thank you.
Szia, bejöhetek? Persze. Köszi. Na? Nem is tudom. Durva dolgok történtek. Igen. És most... nem igazán tudom, hogy mit gondoljak. Ó. Úgy értem, hogy te talán egy picit jobban belelátsz. Ne haragudj, Réka, erre most nincs időm. Szeretnél valamit? Nem tudom. Tegnap éjjel. Holnap akartam rátérni. Lilivel előkészítettem a felmondásokat. Nem lehet, mert hogy megbeszéljük. Mit akarsz megbeszélni? Hát, hogy mi ez az egész? Én azt hittem, hogy szondázunk, hogy lemérjük, hogy a választók mit gondolnak, kire szavaznak, kit szeretnek, kit utálnak. Én nem tudtam, hogy miért. Hogy ki? Tudod, hogy neked köszönhetek mindent a munkámban, hogy te ajánlottál az egyetemre, hogy te vettél fel. Ha tudom, hogy ez ennyire bizalmas, akkor soha nem nézem meg. Nincs semmi, amivel bebizonyíthatnám, hogy mostantól bízhatsz bennem. Megvolt a lehetőséged, Réka. Legközelebb tekerd vissza a kazettát. Értem. Volt veled valaki? Ki? Nem látod szinte semmit, majd beszélek vele, hogy felejts el. Ki volt veled, Réka? Semmi komoly, tényleg nincs semmi baj. Beszélek vele is leáll, megoldom, csak adj még egy esélyt. Mi az, hogy leáll? Na jó, befejeztek. Te behoztad ide a pasidat, az újságírót. Endre, kérlek, csak bízz bennem. Engedd meg, hogy hazamenjek, hogy elmondjam neki, hogy amit látott, azt félreértettük. Menjél. Komolyan? Menjél, és amint beszéltél vele, azonnal hívj. Okay. Köszönöm. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ó, baszd meg! Jó napot! Major Szilárd hadnagyot keresem. Jó napot, milyen ügyben? Mindenképpen beszélnem kell vele. Szerkesztő vagyok a Magyar Televíziónál, és egy nyomozással kapcsolatban vannak információim. Magának? Úgy van. Ez nem egészen így megy. Be kell jelentkezni. Sürgős. Ott várjunk. Nanni, figyelj, beszélünk. Rica, gyere az ötkert. Kapitány, segítő, találtam valakit. Mi? Rendőrt. Elnézést, hadnagyúr. Szőke Nándor vagyok az MTV-től. Szeretném pár perce feltartani a lehet. Nem nyilatkozom. Nyilván én se így spontán szólítanám meg, ha lenne más lehetőségem.
Nem interjút akarok. Ebédelni megyek. Tényleg gyors leszek. Elkísérhetem. Rendőrök biztonságáról van szó. Amikor belekezdek, az lesz az első dolga, hogy feláll és elmegy. De arra kérem, legalább hallgass a végig, amit mondok. Randy, jó napot. Beszélünk. Vince Réka. Ő is érintett az ügyben. Ja, nem, én nem. Jó napot. Miről van szó? Ott voltunk tegnap éjjel. Kérem, hallgasson meg minket. Gyerekek, az apja is rendőr. Kérem. Nem sokon múlt, hogy ott legyen tegnap éjjel. Hol szolgál? Becsésen, de már nyugdíjas. Az, ami tegnap történt, rengeteg sebből érzik. Tudom. Ugye szolgálatban volt. Mi a tévében voltunk. Szerkesztő helyettes vagyok pár műsorban. Randy. Bocsánat. Szóval... Hogy jutottatok el hozzám? Nyilatkozott egyszer a kékfénynek. Azt reméltem, talán most is segítene. Nem interjút akarok. Hallottam tegnap egy rendőrségi rádióbeszélgetést. Pontosabban ő hallott. A helyszíni parancsnok ordítva kért erősítést, de a központból azt mondták, hogy nem tudnak mit tenni. Gyerekek, én ebben nem tudok segíteni. De kint állt a székház mögött, vagy 200 bevetésre kész rohamrendőr. Én csak a rádiót hallottam. Nem is azt mondjuk, hogy maga vagy bármelyik kollégája hibázott. Azt gondoljuk, hogy utasítást kaptak. Fentről. Én nem tudom, hogy honnan jöttem. Folyamatosan jöttek a jelzések a székházból. Embert még oszlassanak, indítsák meg a csapást, nem bírják visszaverni ezeket a huligánokat. De nem jött az erősítés. Rendes rohamrendőrök. Oda bent azt mondták, a Rebiszre máshol lesz szükség. A parlamentnél, a pártszékháznál, a miniszterelnök házánál. A tévében nem vezényelhettek szinte senkit. Ezekről a rádióbeszélgetésekről készül felvétel, igaz? Ha az apja rendőr, pontosan tudnotok kell, hogy mi járna ezért. Hadbíróság. Ha kiderül. Kiderül. Bent minden kiderül. Csak arra kérjük, hogy véletlen. Apád milyen rendfokozatban volt? Főtörzsármester. Akkor nem jutott túl magasra. De elég balhés. Forrófejű makacsember. Vagy csak mindig azt tette, amit helyesnek tartott. Mit csináltuk a felvétellel? Ott volt vagy 300 rendőr. Ebből több mint 200-nak beverték a fejét. Füstmérgezést, vagy valami más sérülés szenvedett. Szeretnénk, ha tudnák, hogy nem egymást hagyták cserben. Hiszek benne, hogy kipucolná a padlást, ha ezek a felső utasítások nyilvánosságra kerülnének. Kicsit naív feltételezés. Gondolkozom rajta. Ezen elér minket. Szerinted jelentkezik? Nem tudom. Mit akartál mondani? Semmit. Várjál, beszállt az Endről. Ki ez a lány? Vince Réka.
Eddig nem volt vele semmi probléma, lojális, mint egy kis diák. És akkor mi történt? A férjed nagyon aggódik a nagygyűlés miatt. Igaza van. Ha megtartják, olyan tömegeket mozgatnak meg, hogy a Demszkit is elveszítjük. Jó, rajta vagyunk. Idő előtt bíztam rá egy feladatot. Gyuri, le kellene világítani valakit meg a fiúját, ha jól értem. Nem egészen levilágítani, leállítani. A srác újságíró az MTV-nél. Hogy is tudták meg ezt, Endre? Hibáztam. A kislány betört az irodámba. Nem tudom, mit aggódtok. A fél MTV-ben van ütve, a másik fele meg vagy alkalmatlan, vagy be van szarva. Csak hogy a srác gyakornok és külföldi ösztöndíjra pályázik. Aki lelkesen hisz a sajtószabadságban. Van nála bármi konkrét? Nem tudom. Jó. Akkor oda telefonálunk az Olinak. Nem. Oda küldesz pár embert, és beviszitek ezt a gyakornok fiút. Élesben nem lehet kockáztatni. És most következzenek részletes híreink. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője felszólította az ellenzéki pártokat, hogy hívják haza az utcáról a szimpatizánsaikat. Hozzátette, minden agresszív megmozdulást elítélnek, és támogatásukról biztosította a rendvédelmi szerveket. Kollégánk jelentkezik a helyszínről. Ami tegnap éjjel történt, nem ismétlődhet meg! Fel kell tenniük már egy kérdést. Mit akarnak csinálni? Járőrök? Drogosokat, tolvajokat, kurvákat hajkurászni? Elkapják őket, aztán holnapra mindenki elfelejti. De ezekről a napokról évek múlva is beszélni fognak. Aki ma rendőr, az ma éjjel Budapesten a rendet őrzi. A becsületes, dolgozó magyar lakosságot védi. Van Budapesten 6500 rendőr. A legtöbb egy életet húz le egyenruhában. Fáj a dereka, az asszony csalja, a gyerek megbukik az iskolában. Egyetlen öröme az életben, hogy rendőrként büszke lehet! Igen! Nem hallom! Uram! Ezt a büszkeséget gyalázták meg tegnap éjjel. Adják vissza nekik, ami jár. Úgy állunk fel ma, ahogy tegnap kellett volna. Na, több, mint az egységparancsnokok elmondják. Erőt! Egészséget! Erőt! Egészséget! Azt hittem, tanácsadásért fizet. Fizet azért is. Telefonpár a miniszterelnöki hivataltól is megkért, hogy fogadjam, ha épp tövik vannak a bal alsó hetesében. De gondolom, nem az államtitkár úr szájhigiéniája érdekel. Ajánlanom kellene valakit. Elemzőt. Milyen feladatra? A tiédre. Tényezőt csinálunk belőle két éven belül, csak egy dolgot kell betartani. Tőled pedig azt kérem, hogy egy időre függesz fel az SZDSZ-t, és vállalj többet, amíg stabilizálni nem tudjuk a miniszterelnököt. Nem jött be a Rékával? Már megbeszéltem a dolgot a Gyurival. Az államtitkár úr is meg fogja érteni. Az a kérés, hogy hagyjam ott a főnök egyik legjobb koalíciós partnerét? Nem akarlak elkeseríteni, de nem sokáig lesz főnök, ha nem tudjuk megfelelő módon kezelni a válságot. Aludd ki magad, reggel várlak az irodában. Born Gábor telefonja. És Gergő, a munkaidőnk továbbra is 8 órakor.
Igen. Nagyon dolgozol? Kész kell lennem, mire megkapjuk a bizonyítékot. És aztán? Hogy és aztán? Mi lesz aztán? Kinek adod? Nem vagyok naív. Beszélnünk kell. Igen? Elrontottam valamit. Mit? Tudnál rám egy kicsit figyelni? Ne arra úgy, cica, de... Mondjad. Hallgatlak. Endre tudja. Tudja, hogy megnéztük a felvételeket, és hogy te írod ezt. Vagy tessék. Nem tudtam mit csinálni. Egyébként magától is rájött, aztán meg kirúgott. Muszáj volt elmondanom. Mi van? Apa kell hagynunk. Neked is! Bocsánat, Szilom, mi a fasz? Te elmondtad? És mikor? És ki tud még erről? Nem tudom. Nem akartad volna hamarabb elmondani? Hogy valószínűleg az Endre ugrasztotta a komplett bagást? Megígérte, hogy nem szól senkinek, hogyha meg tudlak győzni, hogy ne írj. Elhitted neki. Annak az embernek, aki... Ilyeneket bevállod? Réka. El tudod mondani higgadtan, hogy mi történt? Nem úgy kérdezem, mint újságíró, hanem mint az a hülye, akit szeretsz. Mi történt? Csak kérlek, hagyd a francba ezt a cikket. Igen? Megvan az anyag. Itt vagyok a ház előtt. Tudna várni egy kicsit? Mi? Nem. Csak itt. Megvesztél? Hogy mit akarsz? Dobjam be a postaládába? Az jó ötlet. Normális vagy? Jesszus. Gyertek le most, vagy meggondolom magam a faszba. Jó, igen, jogos. Egy perc és lent vagyok. Cica, várj meg. Megbeszéljük. Nem, én is veled megyek. Van. Tud róla még valaki, hogy kimásolta? Ha nem sikerül, soha senki előtt nem vállalom, hogy tőlem kaptátok. Világos. Sok sikert! Ismered őket. Itt van a kocsi kulcsod. Nanti. Itt van. Azt mondtad, befejezted. Azt mondtam, megbeszéljük. Kérem a kulcsot. Nem adom, befejeztük. Nanti! Szőke Nándor! Szőke Nándor! Igen? Az igazolványát kérem. Milyen ügyben? A felettese panaszt tett önállán a munkahelyén. Melyik? Megkérhetem, hogy igazolja magát?
Tudja, sok a rossz hír. Hey, menekül! Látom, bazd meg! Nandi, könyörgöm, állj! Réka, ugye velünk jössz? Gyerünk, indulj. Nem érünk rá. Azt meg, nem vagy normális. Gyerünk már. Hülye meg itt elmenekül. Réka, erre tanít az Endre. Kérem, csak hagyj hívni, rábeszélem, hogy megálljon, csak ne bántsák. Csak tess. Innen is ölelem a főnöködet. Nandi, nem lesz semmi baja. Bántani. Ja, hogy ott ülsz a kocsiba. Bazd meg, Réka, ez kemény. Csak segíteni akarok. Aha, kösz. Látom, nem sikerül. Kérem, álljunk meg. Ráveszem. Meg ezt a fogocskát is beleírom, ha már. Kérdezd meg, hová megy. Mit akarsz csinálni? Hova mész? Jó kérdés. Tankoltál? Ott itt a faszán tele a tank. Meg se állok belédig. Hogy tapok, könyörgöm? Réka, én... Szeretlek. Én csalódtam benned. Nincs időm, tudod le a szarba. Mi? Ne, 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 ne! Kérem, ne! Lajoskám, baszolj meg, szükségem van rád. Most? Igen, zavarlak? Nagy gyűlést intézem. Be kéne mérni egy mobil, de gyorsan. Mikor? Konkrétan most. Jól van, küld a számot. Intézem a fiúkkal. Elnézést, van egy kis helyzet. Semmi gond, addig rendelek még egy viszont. Igazából meg vagyunk. Szöveget tudod, telefonszámot megadtam. Igen. Csak arra nem mondtál semmit, hogy mi az anyám, miért kell ehhez átmennem a szlovák határon. Azt nem kell tudnod. Miért nem elég, ha bemegyek itt egy fülkével? Robi, komolyan mondom. A gondolkodást ebben az esetben hajd ránk. És ha felismerik a hangomat? El van simítva. A hívás csak ürügy. Másnap törlünk mindent.
Kérlek, Nani, kérlek, vedd fel! Az Istenit! Az oktogonnál már gáztöltényeket és könyvgázgránátokat is folyamatosan használtak a rohamrendőrök. A kórházban többen panaszkodtak a túlzott és aránytalan rendőri fellépésre. A szállói éjszakai zavargásokban ezúttal remélt nem sérült meg. Ne haragudj, egész nap nem bír el aludni. Majd indítsd el a mosogatógépet. Azóta nem is érted el? Te biztonságban vagy? Igen. Vagyis nem. Nem tudom. Nem ismersz valakit? Dehogy ismerek. Rám hallgatsz, nagyon távolról szurkolsz Nandinak, hogy megúszza. És visszamész szépen a főnöködhöz, és addig imádkozol neki, hogy hibáztál, amíg vissza nem vesz. Nem, én nem akarok ilyen embereknek dolgozni. Te választottad. De miért kell minden egyes alkalommal azt éreztetni, hogy te vagy a valaki, én meg a nagy nulla, aki a bármit csinál, csak a fejedet lehet fogni? Azért, mert veled ellentétben úgy tűnik, én tudom, hogy bizonyos dolgok hogy működnek. Igen, tudod? Akkor mondd már el, légy szíves. Mondd el, hogy melyikünk volt ott éjjel a tévében, és fogta egy rendőr vérző fejét. Mondd el, mert én nyilván nem értem, hogy mi van itt. Az egy dolog, hogy érted, hogy hogyan működik. Az meg egy másik, hogy megpróbálsz tenni valamit ellene. Te? Egyedül? Vagy Nandi, a szaros segügygyakornok, aki hősködik? Aki kirugatja magát, aki lecsukatja magát? Igen, azért szeretném ma befejezni, mert jó, ha tudod, hogy ennél jóval kevesebbért is suvasztanak el embereket. Csak azért, mert egy kicsit útban vannak. Jó, azért nem a kommunizmusban vagyunk. Van egy rendőr, aki segített. Édes faszom, az utolsó, hogy most rendőrhöz menjél, érted? Ez más, ő segített. Mi? Miben? Kiadott pár rádióhívást? De látod? Ezért beszélek veled úgy, mint egy óvodással. Vagy néha úgy viselkedsz, mint egy óvodás. Jó, akkor baszd meg magad. Jól van, nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Tanácsadóként és elemzőként. Bizonyára van jó tipje? Nézze, a kormány megbuktatására tett jó szervezett kísérlet, az utcai közhangulat, amit az ellenzék provokációja idézett elő, vészesen labilis helyzetet teremtettek. Endre, mi történt? Jól vagy? Odakint, mi történik? Gyere be! Nem lehet, hogy tett valamit, amiről nem tudsz? Nézd, nyilván ebben a felfokozott hangulatban a rendőrségnek muszáj megóvni a rendet.
ne beszélj nekem mellé. Valami baj van, Endre? Semmi, szívem, feküdj vissza. Réka, milyen régen nem láttalak. Jó estét. Csillagom, feküdj vissza, légy szíves. Hadd főzök egy teát Rékának. Nem, most nem. Azt mondtam, feküdj le. Mi történt? Vedd vissza a csekidet. Mit akarsz? Hogy elmondjam, amit tudok? Vagy hogy bemutassalak olyanoknak, akik még többet tudnak? Csak hozast ki a testvéremet, nem csinált semmit. Egy egész ország tüntet ellenük. A fejüket akarja mindenki. Szerinted nem tesznek meg bármit, hogy elvegyék a kedvük? Ti vagytok a példa. Ez lesz azzal, aki nem marad otthon. Nem tudom kihozatni, Réka. Csak azt tudom mondani, menjél haza. Te ezt tennéd? Hazamennél? Én nem ütöttem volna bele mindenbe az orrom. Jézusom, kihagytál mindenből, csak tudni akartam, miről van szó. Okkal hagytalak ki. Meg akartalak óvni. Sikerült. Istenem, ilyen szarnapon még életemben nem volt. Réka, el kell innen menned, többet nem beszélünk. De miért nem tudod kihozni? Azért, Réka, mert káosz van. És mert sokkal fontosabb dolgok forognak kockán, mint pár tüntető. Mondtam, hogy nem tüntetek. Az tök mindegy. Ennyire szarul állunk, hogy ártatlanokat kell lecsukni, hogy lenyomjuk az ellenzéket. Milyen ellenzéket? Te ennyire nem érted? De értem. Nem, fogalmad nincs, mi történik. Dohányzol, ugye? Mi? Egy ügyes tanítványom nemrég azzal kezdte az előadását, miért vásárolunk bizonyos termékeket és választunk bizonyos márkákat. Ezekre a kérdésekre nem csak a hirdetők keresik a választ, hanem a politika is. Ahhoz, hogy megértsd, mondok két fogalmat. Vannak eladásorientált pártok, és vannak piacorientált pártok. Az eladásorientált párt így működik. Tessék, ilyen vagyok én. Kék a dobozom, van bennem geci sok kátrány, nikotin, szűrőm is van. Az ízem kicsit keserű. Ez a párt azt kérdezi, ilyen vagyok, mit kell tennem, hogy minél több ember álljon be mögém? Ezzel szemben a piacorientált párt. Nem mondja meg, hogy milyen. Azt kérdezi, milyen legyek, hogy minél többen álljanak mögém. Milyen legyen a dobozom, mennyi kátrányt tegyek bele, milyen legyen az ízem. Melyik cigit veszik meg többen? Nem sok jót tudok elmondani Feriről meg a feleségéről, de ezt az egyet igen. Rájöttek erre. Két évvel ezelőtt a kormánypárt olyan volt, mint az első cigi. Működgetett. De az emberek, a vásárlók megunták a csomagolást, a keserű ízt. A vállalatvezetés pedig érezte, ha ez így megy tovább, az emberek leszoknak a dohányzásról. Pánikba estek. Hogy a francba adjuk el a ciginket a következő választáson? A sok öreg levitézlet politikus marta egymást, de egyik sem jött rá arra, amire a Fletó, aki felállt a sok góré közt, is azt mondta, lószart mondjuk meg, hogy milyenek legyünk. Mondják meg az emberek, mit akarnak szívni. Gyurcsány piacorientált pártot akar csinálni. Először az összes nagyöreg elküldte az anyjába. Aztán belátták. Ha 2006-ban választást akarnak nyerni, az csak Ferivel érik el. Fletó alá beállt minden ellenlábason, és elkezdte megreformálni a cigigyárat. És a korábban jól kitalált, de idejét múlt szocialista pártból csinált egy modern, divatos márkát. Csak tudod, az van, ha egy vállalat azt kérdezi, milyen legyek, hogy minél többen támogassanak, ott nem árt, ha van ehhez erőforrás. Ahhoz, hogy erőforrás nélkül megígért, földön tartod a gázárakat, 5 éves adócsökkentési projektet csinálsz, és lesz 28. havi nyugdíj, bátornak kell lenni. Fletóék későn vették észre, hogy a hőn áhított választási győzelem után nem sokkal bele fognak állni a földbe. Ezért mondta el a beszédet a pártársainak. Igen, hogy meggyőzze őket. Innentől nem tudják a saját körzetüket teljel vajjal fürözteni, hanem jön a 7 szűk esztendő.
Viszont amikor a pártvezetés rájött, hogy ez a nagy reformer nem csak a cigigyárat viszi csődbe, hanem az országot is, azonnal kiálltak mögül. Takarodjon már, nehogy boruljon az egész. Ő kurta el, nem mi. Így szivárgott ki a beszéd. Csak aztán ment a bénázás. Ki hogyan hozza nyilvánosságra. Aztán Gyuri megtudta, hogy a beszéd valószínűleg eljutott az ellenzékhez is. Ők meg már tudták, mit akarnak csinálni vele. Nyilvánosságra hozni a mostani önkormányzati választás előtt. Sanszos. Viszont ennek a csodaembernek, vagy hát inkább a feleségének és az anyósának, mindenhol van kapcsolata. Tudomást szereztek róla, és beelőzték őket. Kihozták a beszédet, és még elég idejük volt, hogy polgárháborús helyzetet robbantsanak ki az önkormányzati választások előtt. De ennek mindegy, hogy a beszéd egy héttel hamarabb jött ki, mindenki utálja őket. Igen. Vidéken sokfelé igen. De Pesten, ahol szítani tudják a botrányt, például rendőrök megveretésével és azzal, hogy engedik, hogy felgyújtsanak egy székházat, elértek valamit. Azt, hogy fasiszta csőcselék legyen az utcán Pesten. És ki tudász jobban egy hazug miniszterelnöknél? Ezért mondom én a Sztréka, ezekkel az emberekkel ne szarakodjál. Te egy ilyen beszéd után ott tudsz maradni a helyeden, pláne, hogy a sajátjaid is ellened vannak. De ne szpések. Ők lesznek az elsők, akik összezárnak Gyurcsány mögött. Pontosan tudják, hogy ha egy ekkora botrány közepette megbukik, új választás lesz, és a pártnak annyi. Egyetlen lehetőségük van kormányon maradni, kiállni Gyurcsány mellett, és valahogy megtartani Budapestet az önkormányzati választások után. És az sikerül? Ha el tudják érni, hogy a Fidesz ne tartsa meg a nagy gyűlését a választások előtt, talán igen. El tudják érni. A politikában ötletes eszközök vannak. A Hősök terén tervezett Fidesz nagygyűléssel kapcsolatban telefonálok. Tudomásomra jutott, hogy a nagygyűlésen a szlovák és a magyar alvilággal kapcsolatban hozható csoportok fegyveres támadást terveznek. Bomba fog robbanni. Nem fog változni semmi. Fletú mellett mindenki kiáll, és ez a világ marad még 4 évig, amíg nem lesz új országgyűlési választás. A testvéred pedig addig nem jön ki, amíg a politikai kommunikációban szükség van fasiszta csőcselékre. Sajnálom. Azt hittem, itt vagytok. Kata... Hol van Attila? Attilát letartóztatták, most muszáj felhívnom apát. Hová visznek? Mi a vád? Nem csinált semmit!
Igen, igen. Értem. De azért köszönöm. Semmi. Mindenki csak felfelé mutogat. De mondtad, hogy van az utcájukba kamera? Van, amihez ez is kevés. Na gyertek, hazaviszlek benneteket. Menjünk. A nemrég befutott rendészeti és titkosszolgálati jelentések miatt azonban másként döntött. A Nemzetbiztonsági Hivatal levélben például arra tájékoztatta a Fidesz vezetőit, hogy információik vannak készülő robbantásos merényletekről. Színűre változott az ország, a fővároson kívül egyértelmű a kormánykoalíció veresége. Vidéken sok nagyvárosban, ahol eddig MSZP-s vagy SZDSZ-es polgármester irányított, most Fideszes győzelem született. Budapesten Dembszky Gábor minimális előnnyel megőrizte főpolgármesteri tisztségét, de a 66 tagú közgyűlésben az MSZP-nek és az SZDSZ-nek együtt csak 33 képviselője lesz. Ennek a kormánynak a sorsa a következő szavazással újra a parlament kezének. A parlament többséget fog szavazni, a parlament többsége bizalmat fog szavazni, folytatjuk a dolgunkat. A kormány politikája mellett ez a bizalmi szavazás szól a miniszterelnök személyéről is. Hát, tényleg nem egy külvárosi panel. Apa, mit csinálsz itt? Gondoltam, megnézem, miért mondtad le mindig a közös ebédeket? Örülök, hogy itt vagy. Látom, nem bírsz elszakadni tőle. Nándival? Semmi hír. Gondolom, meghúzta magát valahol. Remélem. Meg akarod mutatni, hogy adsz elő? Így kezdte 40 perc. Jól áll neked a katedra? Jól van már. Igazad volt. Miben? Hogy közéjük akartál tartozni? Nem, nagyon nem. De kellett volna. Amikor annyi idős voltam, mint te, én csak azt néztem, hogy én legyek a jó fiú. Kimaradtam a zsarolásokból, meg a simlikből. De ennyi. Egyszer fogadtam el kenőpénzt. £50. Ti ezzel a Nándi fiúval többet akartatok. Hagyjuk. Csak túl hamar. Inkább ebédeljünk, jó? Eszközök nélkül nem megy. Apa. Dolgozhatsz te az egyetemen, vagy dolgozhat Nándi az MTV-ben. Lehet jelvényed. Nem ér semmit, ha nem jutsz be közéjük. Ja. Na jó. Ez a büfé itt jó nálatok? Nem jutok be közéjük. Hogyan? Hogy értetted, hogy nem jutok be közéjük? Hát úgy, hogy ebben az országban csak úgy lehet bármit is elérni, ha ott vagy velük a tárgyalóban. Ebédeljünk.
ott lesz. Réka. Tamás, szia. Sosem láttalak még itt. Mindig kell egy első alkalom. De vacogok. Te is a szaunába jössz? Aha, persze. Mostanában alig látunk. Ilyen Endre önálló dolgokat csúsz rám. Nem akarom elkiabálni, de... Mindegy, a lényeg, hogy jó dolgokat csinálok. Nézd, nem muszáj elmesélned, ha nem akarod, de... Ja, tudom, tudom, csak babonából. Meg hát tudod, milyen az Endre. Hol ezt ígéri, hol az... Most is ígérget, hogy megcsinálja nekem a parlamenti belépőkártyámat, hogy ne kelljen állandóan hívogatnom, amikor beviszek neki egy rakásanyagot. De baszik megcsinálni, nem igaz? Igen, az Endre. De én már mondtam neked, hogy át kellene jönnöd hozzánk a kommunikációra. Nekem mondtad. Most is lesz ez a meetingje a nagyfiúkkal. Mikor is? Szerdán. Ja. Ja, és mondta, hogy vigyen be neki a grafikonokat nyomtatva. De nincs belépőkártyád. Nézd, végül is én tudok neked. Ja, nem, ez nem a te dolgod. Majd Endre észbe kap, amikor rájön, hogy nincsenek ott a grafikonok. Ne viccelj, nem kerül semmibe. Egy telefon az egész. Megtennéd? Egy gonddal kevesebb lenne. Aztán majd behajtom Endrén. Ide legyen kedves. Majd itt kellene átjönni. Elnézést. Megengedi, hogy kinyissam a táskát? Köszönöm. Rágó lesz ez. Manapság tele van fémmel, amibe csomagolják. Köszönöm. Szia, csak a megbeszélésre hoztam közvéleménykutatási anyagokat. Ja, jó. Persze. Ne, itt van Andrének a beosztottja. Már. Jó napot. Szia. Endre is itt van már? Nem, ő majd csak később jön. Remélem, jó hírek. Csak a szokásos statisztikai hablatja. Lényeg úgyis itt hangzik el. Azért, ha lenyugodnak a kedélyek, akkor majd szólok Endrének, hogy ne rejtegesse a munkatársait. Igen, az jó lenne. Köszönöm.
találkozunk a meeting után. Na? Mit mondott? Leveszik a kezüket rólunk. Bassza meg! Azt mondja, most beszélt velük, kivonnak mindent, hogyha novemberig nem bírunk rendet csinálni. Mondta nekik, hogy ez egyet jelent az állam csőddel. Az őket sem érintené jól. Már lobbiznak Brüsszelben az előrehozott választásokért. Csak mi szívunk. Tehát ahhoz, hogy ne basszanak ki minket az űrbe, novemberig rendet kell csinálni. Endre, hogy állunk most? Felemás. Az elégedetlenség konstans. A kormány támogatottsága, most elnézést, ezt én sem tudom másképp mondani, a békasegge alatt. Ami jó hír, hogy nagyjából működik a kommunikáció. A többség most már úgy gondolja, tüntetni szinte csak focidrukkerek, szélsőjobboldaliak és fasiszta vandálok járnak. Igaz, csak azt felejted, hogy most jön október 23, ami kurva nagyokot ad a magyarkodásra. Igen, ezzel nem tudok vitatkozni. Október 23-a nekem is komoly fejtörést okoz. És nem mondják le. Lesz vagy 50 ezer ember a város közepén. Inkább 120. Igen. Az Asztórián. Ha ezek megtartják a megemlékezést 23-án, garantálom, hogy novemberig itt csak még nagyobb patália lesz. Nemhogy rend. És ha valaki megint betelefonál? Nem csinálhatsz minden nagy gyűlés a terrorveszélyt. Attól még ugyanúgy tüntetni akarnak majd, maximum később. Endre? A tévéostromot követő éjszakák után, a letartóztatások után mik voltak a számok? Hogy érted? Csökkent a tüntetések iránti hajlandóság? Csináljuk meg ugyanazt nagyban. Ha tele van a város fasiszta huligánnal, rendet tudunk tenni. Elég látványosan. Én egy ilyen után ki nem mennék tüntetni. De Endre, javíts ki, hogyha nem érteném jól a választói lelkületet. Tele lesz vele a sajtó, és nem csak a miénk. Benne van, hogy mindenki rendőrállamot kiált. Nem baj. Csak legyen tiszta a kommunikáció. Budapest utcáin fasiszták vannak. Meg tudjuk csinálni. És mi lesz a civilekkel? A megemlékezésen résztvevő, nem tudom én, tömegekkel. Mi lenne? Van rá esély, hogy összekeverednek. Járulékos veszteség. És még mindig van elég olyan rendőr, aki ezt megcsinálja? Voltál katona? Csapatszellem, jó parancsnok. Pár ébren töltött éjszaka, pár üveg vodka. Gyuri, leegyezteted ezt a Péterrel? Ügyelni kellene rá, hogy a rendőrök ne legyenek beazonosíthatók. Ha itt minden pert egyesével kell lekommunikálni, meg fogunk... Tartatunk egy rövid szünetet? Mi? Miért? Csak tartsunk egy rövid cigi szünetet. Nekem jó.
tömegesen résztvevő, mint tudom én, tömegekkel. Mi lenne? Van rá esély, hogy összekeverednek. Járulékos veszteség. És még mindig van a lényeg. Réka! Dándi? Kicsim, hol vagy? Jézusom, te vagy az én, meg azt hittem, jól vagy? Én igen. Hol vagy? Az egyetemeden, ahol amúgy az esti órád van. Úgy most. Hogy vagy itt, mit csinálsz? Ez most hosszú lenne. Nem jössz be? Nem. Vagyis, hányan vannak a teremben? Nem tudom, tele van. Amióta ez a helyzet van, mindenki zabálja a politikai órákat. Megkérhetlek valamire? Mondd. Ott tartasz annyi embert, amennyit csak tudsz? 10 perc múlva ott vagyok. Persze, de... Meg tudod tenni, akit csak tudsz, és hívd be még embereket. Tanár, diák, portás, nem számít. Ja, és az újságíró haverjaidat is.
akit csak tudsz. Igen, majd meglátod. Emlékszel, amikor azt mondtad, hogy csalódtál bennem? Hát most nem fogsz. Az egyetemekért. Arra nem gyorsan? De. Bocsánat, csak a barátom újra hívott, és ma megint találkozunk. Na, gratulálok. Újságíró írt egy veszélyes anyagot, és most került elő. Veszélyes? Politika. Tényleg menjen a jó büdös kurva anyjába már az ilyen, nem? Esküszöm, egy normális országban már rég lemondott volna egy ilyen után. De nem? Mikor ment itt bármi úgy, mint egy normális országban? Az is igaz. Itt jó lesz, köszönöm. Ó. Hát hajrá. Figyelje holnap a híreket. Hát ha eléritek, hogy ez a böszme, eltakarodjon egy életre, ingyen utaztál. Komolyan? Egyezünk ki 1005-ben, jó? Sikerült? Ahogy kérted. Mit mondtál neki? Hogy egy menő politikai elemzője. Hülye. Előbb még találkoznod kéne valakivel. Ez mi? Rico. Muszáj volt elmondanom. Megzsaroltak. Újságíró akarok lenni. Az leszel. Azért az órámat megtarthatom? Réka. Köszönöm. Endre? Tényleg megcsinálják? 23-át. Úgy értem, hogy a főnök is jóvá hagyta?
Thank you.